Készül már a körforgalom az Operint utcában. Csak szeptemberben kell majd lezárni a forgalom elől az útszakaszt, novemberben lesz az átadás. Felülvizsgálják a gázkészülékeket, írásban kellett kérni az ellenőrzést a tulajdonosoknak, a hibák kijavítását a fogyasztóknak kell fizetni. 5 érmet hoztak a dobó ese fiatal sportolói az országos bajnokságról. 2 szombathelyi versenyző a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Dablos Nagy Kriszta. Jó estét kívánok! Megkezdték a körforgalom építését az Operint, Körmendi és Kávária utcák kereszteződésében. Az integrált városfejlesztési stratégia közel 420 millió forintos keretéből több mint 95 milliót fordítanak a csomópont átalakítására. Csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen. Javában dolgozik a kivitelező a kereszteződésben. Feltörték a burkolatot és elkezdték lerakni a körforgalom szegélyköveit az Operint utcában. A csomópont kialakítását követően biztonságosabb lesz a közlekedés. Ezzel a forgalmi átalakítással a biztonsága megnő a kereszteződésnek mind a gyalogosok, mind a járművek számára, a másik pedig, hogy időben gyorsabban lehet túljutni, úgymond a kereszteződésen. A munkálatok során kiváltják a gázvezetéket, elvégzik a csatorna rekonstrukciót, áthelyezik a lámpaoszlopokat és a távközlési hálózatot. Ezt követően kiépítik a szűkített, 4-ágú, ovális körforgalmat, kialakítják a járdákat, parkolókat és parkosítanak. 220 fát, cserjét ültetnek el, hangzott el a sajtótájékoztatón. A templom kerítést áthelyezik, és egy tér jön létre itt, ahol később szobor áll majd. 17-re szeretnénk, hogyha a téren egy szobor is állna, hisz 500 éves jubileum lesz, a reformáció 500 éves évfordulója, és egy Luther szobot szeretnénk, egy Luther kompozíciót elhelyezni, de hát erre már másfél-két év előtt el kell kezdenünk, egyrészt gyűjteni, másrészt tervezni. Az IVS program része a Dózsa-György utcai gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele, az Operint utca 18-as társasház energetikai korszerűsítése, valamint az evangélikus és a református templom felújítása. Mindezeken túl a szociálisan rászorulók számára programokat és tanfolyamokat szerveznek. Több koncert jött létre a környéken, felzárkóztató programok vannak, nyelvi táborok vannak folyamatban. Ez egy nagyon fontos elem volt és feltétel a pályázat elnyerésének tekintetében. Szeptemberben az aszfaltozás miatt kis időre lezárják a kereszteződést. E néhány nap kivételével haladhat a forgalom, ám a novemberi átadásig lassúbb haladásra és torlódásra is számítaniuk kell az autósoknak. Szeptember végéig végzi el a gázszolgáltató a felülvizsgálatot azokban a lakásokban, ahol 1981 előtt beszerelt készülékek vannak, és a tulajdonosok írásban kérték az ellenőrzést. A vizsgálat ingyenes, a felmerült hibák javítását viszont a fogyasztóknak kell fizetni. A napon ott a gázbőtől műszaki felvizsgálatot szeretnénk elvégezni, jó, még kiemesen tette, köszönjük. Ebben az önkormányzati lakásban nem a bérlő, hanem a tulajdonos rendelte meg a felülvizsgálatot. Műszeres gázszivárgás vizsgálatot végeznénk, ha megnézzük a készülék, egy készülék vagy gáztűzhely, hogy nincs-e szivárgás, illetve a légbejtőt, ami ott alul felül van, kérdő a légbejtő, a kolléga azt nézni, meg ellenőrizni, hogy rendben van, jó? Egy rendelet szerint tavaly évvégéig kellett kérniük az 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban beszerelt gázkészülékek üzemeltetőinek az ingyenes felülvizsgálatot a szolgáltatótól. Ennek a kötelezettségnek csak kevesen tettek eleget. Országosan 100 000 bejelentés érkezett, ez mindössze 10%-a az érintetteknek. Vas megyében is csak 7200-an kérték a felülvizsgálatot. Ennek oka lehet az is, hogy a megye székhelyen több önkormányzati és lakásszövetkezeti társasházban már a rendelet előtt korszerűsítették a régi lakások gázhálózatát. A most indult felülvizsgálat eddigi tapasztalatai szerint a régi készülékek 35%-a nem felel meg az előírásoknak. Ha készülékkel van valami gond, gázszivárgás, akkor azt a készüléket kapcsoljuk ki, azt zárjuk ki. Ha a lakásban olyan gázszivárgás van, amit úgy lehet megszüntetni, akkor a főcsapot zárjuk el a lakásba, vagy hogyha a főcsap előtt van szivárgás, akkor ugye társasházaknál van ilyen, akkor az egész lényegében az egész házat ki kell kapcsolnunk.
A balesetek rosszabb esetben a katasztrófák elkerülése érdekében szeptember 30-áig több ezer lakásban ellenőrzi a szolgáltató, nincs-e szivárgás, de csak ott, ahol a tulajdonos december 31-ig kérte a felülvizsgálatot. Bár kötelező volt igényelni ezt, szankcióról nincs szó a rendeletben. A felülvizsgálat ingyenes, a feltárt hiba kijavításának költségei viszont a fogyasztót terhelik. Egyre többen tartják megtakarításaikat állampapírban. Ez a befektetési forma Vas megyében is népszerű. A legfrissebb adatok szerint 16,5 milliárd forintot helyeztek állampapírba a megyében, ez 17%-os növekedés egy év alatt. Vas megyében mintegy 4000 állampapír tulajdonos van, ezt mutatják a Magyar Államkincstár adatai. A vasi lakossági ügyfelek összesen 16,5 milliárd forintot tartanak az állampapírok valamelyikében. A legnépszerűbb befektetési forma Vas megyében a 3,5 éves futamidejű prémium magyar államkötvény. Ezt a fajta állampapírt a júliusi adatok szerint a befektetők 75%-a választotta, összesen 2,5 millió euró értékben. A lakosság is egyre inkább rájött arra, hogy kedvező, biztos befektetési lehetőséget keres a pénzének. Az állampapírok azok 100%-os garanciával rendelkező papírok, nincs forgalmazói kockázat se, mivel a Magyar Államkincstár 100%-ban költségvetési intézmény. Az állampapírok között Vas megyében népszerűek a Start értékpapírszámlák is. Már 1340 gyermek részére nyitottak ilyen számlát a szülők hozzátartozók. Hetente átlagosan 29 Start értékpapírszámla szerződést kötnek a Kincstár Vas megyei igazgatóságán. A Magyar Államkincstár egyrészt a honlapján, másrészt pedig különböző rendezvényeken is igyekszik népszerűsíteni az állampapírokat. Például a Szavária Történelmi Karneválon is lesz standja az Államkincstár. Szombathelyi diákok pályázata a legjobbak között a Városvédő Szövetség kiírásán. Nyáresti filmnézésre várja az érdeklődőket a Szavária mozi. Plakátok két jubileumra a Bartók teremben. Rövid hírekkel folytatjuk. A Rádai Mihály elnökségével működő Város- és Faluvédők Szövetsége idén is pályázatot hirdetett Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért címmel. Szombathelyi diákok is beküldték dolgozatukat. Vikkornél az Oladi kilátóról, Simon Dániel Szent Mártonról írt pályázatával is kiemelt első díjat kapott, melyet, mivel nem tudtak részt venni a Budai Várban megrendezett ünnepségen, az Egyesület titkára Pincésné Kisklára személyesen hozott el nekik. Nyáresti ingyenes mozizásra várja az érdeklődőket az Agora Szavária Filmszínház. A mozi melletti teraszon szombatonként 21 órától könnyed vígjátékok peregnek a vásznon. Első alkalommal a Sose halunk meg című vígjátékot láthatják az érdeklődők. Július 26-án a Csini Baba, augusztus 2-án a Made in Hungária, augusztus 9-én pedig a Mamma Mia című zenés film szórakoztatja majd a kikapcsolódni vágyókat. A Magyar Plakát Társaság pályázatot hirdetett a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál idei programsorozata alkalmából. Az alkotóknak két jubileumot kellett megjeleníteniük, a fesztivál 30. évfordulóját és a világhírű Kossuth Díjas zeneszerző karmester 70. születésnapját. Ötvös Péter 10 éven át állandó, majd azóta is rendszeres résztvevője a szombathelyi eseménynek, most zeneszerzőként tart szemináriumot. A plakátok a fesztivál ideje alatt a Bartók terem fogadóterében láthatók. Az Olasz Szalmakalap című bohózatot láthatja a közönség idén a Karnevál Színházban. Rétli Attila a rendező, aki tavaly mutatkozott be a történelmi fesztiválon. A zenés komédia főbb szerepeit Hajmási Dávid, Merz Tibor és Sodró Eliza játsszák. A társulatban már megtartották az olvasópróbát. ...2001 óta színházi előadások egészítik ki a Szavária Történelmi Karnevál programját. Ilyenkor nyáron főleg a könnyed, szórakoztató zenés darabokra van igény, a készítők pedig igyekeznek megfelelni a közönség elvárásainak. Nagyon várják és nagyon szeretik a Karnevál színházatot. Ebben a tizenvalahány évben egy-két kiemelkedően nagyon jó volt benne, gyengébb is, de azért általában azt tapasztalom, hogy borzasztóan várják, és ez most már a Karnevál Színház nélkül szerintem nem is képzelhető el a szombathelyi nagyszabású karnevál.
Idén egy francia szerző, Eugène Labiche komédiáját állítják színpadra. A rendező Rétli Attila, aki tavaly a nagy sikerű Félúton a Fórum felé című darabbal mutatkozott be a Karnevál Színházban. Attól lesz különleges az én meggyőződésem szerint, hogy a Szamvai Kornél újra fordította, és a Kornélnál én nagyon boldogan dolgozom együtt, ő egy olyan drámaíró és egy olyan szerző műfordító, aki újra életet tud lehelni évszázados művekben, és nagyon maivá tudja tenni a szöveget. Pont boldog voltam tőle, tűz a nap a fejemben, na megvan az ostor egy bokorban, szana szétkarcolnak a tüskék. A történet egy kalap körül bonyolódik, amelyet egy tilosban járó szépasszony az erdőben felejt. Egy esküvőjére készülő fiatalember lova megeszi a kalapot, és az egész nász nép felkerekedik, hogy megtalálja a fejfedő pontos mását, nehogy csorba essék a nő jó hírén. A fordulatos humorban bővelkedő történet főszerepét Hajmási Dávid játsza. Nem játszhattam még nagyon ilyen szerepet, ez egy igazán nagy feladat lesz nekem, mert pergőnek kell lenni, jó kell, hogy legyen a ritmusérzékem, könnyednek kell lenni, közben mondom, végig ott kell lenni, figyelni kell, koncentrálni kell. A darabban kaposvári egyetemisták és a Szombathelyi Színház társulatának tagjai szerepelnek. A bemutató augusztus 16-án lesz a Megyeháza udvarán. Összesen 5 érmet szereztek a dobóese sportolói az újonc és serdülő korosztály atlétáinak országos bajnokságán. A legeredményesebb versenyzőnek Németh Janett és Doma Benedek bizonyult, mindketten begyűjtöttek egy-egy első helyezést. Idén Tatabányán rendezték meg a korosztályos atlétikai magyar bajnokságot, melyen természetesen indultak a dobóese ifjú tehetségei is. A szombathelyi sportolók közül Németh Janett 49 méter 63 cm-es dobásával szerezte meg a leány kalapácsvetés aranyérmét a serdülőkor csoportban. Nagyon örültem ennek az országos elsőnek, és sok edzés kellett hozzá előtte, mert meg az edzőim is nagyon sokat segítettek benne. Doma Benedek két számban is jól teljesített. Az újonc fiúk diszkoszvetésében a harmadik helyen végzett, ám kalapácsvetésben már nem talált legyőzőre. 53 méter 19 cm-es eredményét az ellenfelek még megközelíteni sem tudták, így több mint 10 méterre nyerte meg a versenyszámot. Ez a harmadik országos bajnoki címem volt. Ezt az országos bajnokságot könnyebben nyertem meg, 10 méteres fölénnyel nyertem. A téli országos bajnokságon kalapáccsal elég nehéz volt, hiszen az volt az első országos bajnokságom, és a kör se volt a legjobb, ott csak 8 méterrel nyertem. Németh Janett és Doma Benedek érmei mellett a dobóese atlétái még két értékes harmadik helyezést értek el Tatabányán. Ezeknek köszönhetően a szombathelyi klub a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a legeredményesebb egyletek közé került a korosztályos országos bajnokságon. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.